egy 80-as évekbeli tehetségből, az ELTE mesterséges intelligencia tanszékének docense lett, és egyébként a Neumann Társaság alelnöke Gulyás László. Ő fog egy picit a személyes példájáról is mesélni, de azért nem csak orál history lesz, hanem egy picit a diákolimpiai alumniról is szó lesz. Köszönöm szépen a felvezetést, meg a türelmet itt a nap végén. A felkérést eredetileg ugye úgy kaptam, hogy az alumniról beszéljek, meg diákolimpikon pályaképekről. Hát a Gábor már látta a fóliákat, úgyhogy megelőlegezte, hogy egy picit szabadon értelmeztem a dolgot. Ugye az alumni az az öreg diák klub vagy kör, ez egy friss kezdeményezés idén indult, erről lesz szó a végén. De arról viszonylag keveset tudok még most elmondani. Megkeresem, hogy hogy kell tovább lépni, úgyhogy megfordítottam magamba a történetet, hogy akkor diákolimpikon pályaképek. Viszont bizonyos értelemben nem végeztem el a házi feladatomat, megnéztem, hogy 15 perc alatt mit tudok én pályaképekről mondani. Meglepően sok diákolimpikonunk van, ugye, majd erről lesz szó azért a végén. És hát meg nem is akartam annál önkényesebb lenni, mint amennyire leszek, úgyhogy végül is az lett belőle, hogy itt, hoppá, hogy egy diákolimpikon pályaképről lesz az elejébe szó, ez lennék én, és ez egy ilyen szemérmetlen ego trip lesz tulajdonképpen némi dicsekvéssel, meg name droppinggal fűszerezve. Azzal mentegettem magamat, azon túl, hogy késő van, meg úgy se lesznek itt sokan a végére, mire én sorra kerülök, arra, hogy viszont nagyon jól tudok kapcsolódni gyakorlatilag minden előttem levő előadáshoz, és akkor ez egy kicsit az egész történetnek az alulnézete tudhat lenni. Tehát itt, ugye az iskola számítógép mozgalommal kezdtük, tudok mesélni róla, hogy az hogy történt meg egy helyen, ez az oral history része. Igen, mert hogy minden, legalábbis az én életemben egy 1983 őszi hétvégén kezdődött, októberben a családi hagyomány szerint, egész pontosan az történt, hogy igazából nem tudom, hogy mit rosszalkodtam otthon, de apám megunta, és azt mondta, hogy hát a gyerekkel nem lehet bírni, úgyhogy most már mutatunk neki valamit, ami leköti. Édesapám az a Szentesi Pollák Mihály erős áramú ipari szakközépiskolában volt tanár, egész pontosan ő volt a fizika tanár, és ez az iskola, ez a mi házunktól úgy durván 200 méterre volt, tehát így megfogta a fülemet, átvitt, hogy akkor most nézzük meg. A háttere a sztorinak az egy ilyen kis anekdótázós rész, hogy ő akkor éppen nagyon rosszba volt az igazgatóval. Ez olyan 15 évvel később kiderült, hogy azért volt, mert a friss igazgató azt hitte, hogy apám is pályázott a pozícióra, és ezért hát ott tett neki keresztbe, ahol tudott. Ebből az következett, hogy apám került a tanárit, mert abból nyílt az igazgatói iroda, úgyhogy ő bekuckózott az egyébként elég szűk fizika szertárba, onnan nyílt a fizika terem, és hát ő nagyjából el volt, naplót cserélni ment be a tanáriba, és akkor ő el is tűnt. Amikor megérkezett a HT-1080Z, ugye hallottuk, hogy ez minden iskolában megérkezett, hát ugye ez egy szép nagy gép, most képzeljük mindezt el dobozba, jött vele egy tévé, nem ilyen Junos, hanem egy ilyen nagy tévé, tehát jött két nagy doboz, és hát az iskolát felkészületlenül érte, úgyhogy amikor hozták be, akkor megkérdezték az igazgatót, hogy hát mi legyen vele. És rövid gondolkozás után azt mondta, hogy tegyétek be a Gulyáshoz. Tehát, hogy apám, amikor legközelebb bement, akkor a szertárba a kis asztalon ott várta két ekkora doboz, ahelyett, hogy le tudott volna ülni, és ez ott porosodott egy ideig. Aztán egy idő után kíváncsiságban kinyitotta, hogy lapozgatta ezt a pár összetűzött, ilyen hőmásolt A4-es lapból álló kísérő anyagot, talán valamit kipróbált, és akkor ezután érkezünk el oda, hogy engem bevitt, hogy na hát ilyet még úgy se látott a gyerek. És arra emlékszem, hogy ezen az első délutánon azt a példaprogramot pötyögtük be, hogy egy forciklusba lehetett egyenes vonalat rajzolni egy pixelekből a képernyőn. Hát Lacikát ez rettentően megfogta, hogy amikor hazamentünk, azzal töltöttem az időt, papíron írtam, hogy rácsot rajzoltam, meg visszatöröltem, meg én nem tudom, és rángattam apámat, hogy menjünk be újra. És ebből az lett, hogy hát elkezdtünk oda bejárni rendszeresen, és ennek egy ilyen példája lett, hogy néhány más tanár is apám
Mal együtt, meg én elkezdtük ott tanulgatni ezt a dolgot. Elhangzott az is, hogy minden iskolából két tanárt beiskoláztak a továbbképzésre, a gép használatát illetően. Ez egyébként igaz, csak hát az adott helyi viszonyok mellett ez két olyan tanár volt, akit meg nem érdekelt a dolog. Ők elmentek, boldogtalanok voltak, mi meg tanultuk autodidakta módon. És ez nekem abból a szempontból is nagy élmény volt, hogy ott tényleg nagyon egyenrangúak voltunk. Emlékszem, a Timály Feri bácsi volt ott, valami szakmai tárgyat tanított, apám matfiz szakos, meg a Szili Imre bácsi, aki a tesi tanár volt, bár matek szak volt a másikja, és akkor mindenféle ilyen ötletelések mentek, a nagy megmaradt eredmény az volt, amikor próbáltunk egy változót megnövelni, és hát én álltam elő azzal az eretnek gondolattal, hogy x egyenlő x plusz 1. És a tanult felnőttek mind elküldtek, hogy hát ez azért ritkán szokott igaz lenni, de nekem lett igazam, ugye? Tehát ezek voltak azok a meghatározó sikerélmények, de ebből aztán az alakult ki, hogy szerveződött azért egy ilyen klub vagy szakkörszerűség, később átment a művelődési házba, és ott aztán mindennel, ami itt a képen látszik, foglalkoztunk, meg még többel is, de ezen mind volt szerencsém dolgozni, meg játszani, meg ott is tennék egy ilyen utalást az előttem szólókra, hogy hát anyukám is matfiz szakos tanár, vagy hát nyugdíjas most már, csak ő általános iskolába, úgyhogy ilyen átszivágás módon hamarosan lett Szentesen egy általános iskolába szakkör is, mert azt meg anyukám tartotta, nyilván ott meg mi segítettünk apámmal, tehát hogy ez ilyen önszerveződő mozgalmi jelleggel ment, de nagyon kalandos és jó dolog volt. És ebből aztán lettek ugye tovább a mozgalmi jelleget erősítve olyan dolgok, hogy itt egymástól tanultunk, ugye nem nagyon voltak itt, vagy legalábbis hozzánk nem nagyon jutottak el még, akkor ez ugye 83, 84, 85 a tankönyvek, meg a tanfolyami anyagok. Tehát amit tudtunk, megosztottunk egymással, és akkor lehetett publikálni ugye a Mikromagazinba, a Bitletbe, később ugye a Bitlet megszűnése után a Commodore újság, úgyhogy ha a dicsekvés, hogy én ezt általános iskolás koromban mindegyikbe volt szerencsém publikálni, amire azóta is nagyon büszke vagyok, sőt a Bitletben még valamelyik, már nem emlékszem, melyik gépnek a vallatójába is följöhettem ide Pestre. Aztán garai versenyről is volt szó. Hát én voltam az egyike azoknak már korai időben, hogy már általános iskolás koromban is oda pofátlankodtam, és hát mindenki kapott díjakat, én is mindenféle szép serlegeket hoztam el oda. Nagyon jó buli is volt, én nagy örömmel jártam oda, és az is egy ilyen anekdóta, itt ezt a Gábor tudja a Neumann társaságon belül, hogy egyszer még közönségdíjat is kaptunk a névrokonommal, Gulyás Istvánnal, aki most a multimédia az oktatásban szakosztálynak az elnöke. Aztán mindenféle más dolog is történt. Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy ezzel a nem is tudom mi csillaggal próbálom jelölni azt, ahol valahol az előttem szólókhoz úgy gondolom, hogy kapcsolódok, illetve ahol az én életemben ezek a dolgok, amikről itt szó volt ma, meg a Neumann társaság, az befolyással bírt. Igazából én is, valaki mondta előttem, hogy dicséri a Neumann társaságot, tehát én is valami ilyesmit is próbálok itt tenni, meg egyáltalán ezt az egész mozgalmat, vagy ezt a témát, amiről itt ma szó van. Jó, a versenyeken túl lett egy olyan folyamánya is a dolognak, ez talán kívül esik a mai témánkon, hogy mindenféle programokat azért árulni is lehetett, úgyhogy én hanvas ifjú koromban Novotrade-nél mindenféle programokat írtam, amit ők meg hajlandóak voltak megvenni. Ezek között voltak oktatóprogramok, voltak játékprogramok, nyilván nem azokkal szintű játékok, mint a mostaniak, meg voltak ilyen, nem tudom, programozási kiegészítők. Ez volt ugye a csúcs teljesítmény, ez a Octasoft Basic 7.0, amit másodmagammal írtam, ez egy basic bővítésnek hívták akkor, tehát ez manapság programkönyvtár lenne valószínűleg. De a másik ilyen érdekesség, hogy az előbb említett Timály Feri bácsival írtuk a Delta Morse Code nevű szoftvert, ami Morse forgalmazást tanított, és ezt egy időben az egész országban használta az MHS, hát az itt jelenlévők talán tudják, hogy ez a Magyar Honvédelmi Szövetség volt. Az üzleti érzékünkre meg arról meg mindent elmond, hogy ezt mi ingyen odaadtuk. Tehát ez körülbelül úgy volt, hogy odajöttek, kérték, hogy oda tudjátok, tessék, itt van.
és akkor utána megtudtuk, hogy mindenütt ezzel oktatták a rádiósokat, de hát azért büszkék lettünk. Ami miatt én ezt idehoztam a dicsekvésen túl, az az, hogy legyen benne egy ilyen drámai fordulat, hogy ennek az egésznek valahol az lett a következménye, hogy amikor én gimnáziumba kerültem, tehát elvégeztem az általános iskolát, akkor tulajdonképpen magamban leszámoltam a számítástechnikával, tehát egész komolyan azt gondoltam, hogy hát jó ez a programozás, de azért valahol unalmas. Tehát, hogy ül az ember egész nap egy szobába, és azt látja, hogy amit eddig csinált, az nem működik, az azért frusztráló, és ennél valamit többre vágytam. És ezt én halál komolyan megfogalmaztam magamnak, hogy biztos, hogy programozni nem fogok. Tehát én nem leszek programozó, ez valamilyen értelemben igaz is lett, ám de majd látni fogjuk, hogy mégis itt vagyok. És ez nyilván nem volt független attól, hogy én ekkor gimnáziumba kerültem, és ez nem ugyanaz az iskola, ahol apukám tanított, mert ez egy gimnázium, ez a gimnázium Szentesen. Ez mondanám, hogy máshol híres, hát nem tudom, hogy Szentesen kívül mennyire ismerik, bár egyre jobban. Én direkt nem tettem föl a húzó nevek képeit, mert Alföldi Róbert szokott sokat beszélni erről az iskoláról, de én ide azokat a képeket raktam föl, azokat a írókat, énekeseket, színészeket, nem tudom, tévés személyiségeket, akikkel konkrétan együtt jártam, tehát akik akkor, abban a 4 évben, amikor én ott voltam, ott voltak. És hát nyilván az egész, hát ők drámai tagozatosak voltak, én meg francia tagozatos, tehát így egy csomó minden nem volt ugyanaz, de a légkör azért mégis ez a bölcsész, művészet, nem tudom, kreatív légkör volt, úgyhogy hát az én érdeklődésem homlokterébe se a számítástechnika állt, meg eleve már úgy éreztem, hogy túl vagyok rajta. Úgy döntöttem, hogy attól azért megkímélem itt a társaságot, hogy az akkoriban írt verseimet, meg színdarabjaimat megosszam. Az egy fontos tanulság volt, hogy színésznek csapnivaló vagyok, tehát azt meg se próbálom, de azért annyit ide raktam, hogy hatott rám a művész légkör akkoriban, úgyhogy bár számítógép előtt ülök, de azért... Na jó, de ahogy a fordulat, hogy mégis itt vagyok ma, és erről mesélek, az alapvetően valahol a Neumann Társaságnak köszönhető, meg a Zsakó Laciéknak, és ez az első olyan dolog, amit mondok, és talán nem hangzott, biztos nem hangzott el, és talán nem szerepel a közbeszédbe, hogy valamikor, hát a dokumentum alapján, amit lehet, hogy nem lehet elolvasni, 87-88-ban, meg 88-89-ben biztosan volt a Neumann Társaságban egy olyan dolog, hogy diákinformatikusok köre. Ez konkrétan azt hiszem havi egy alkalommal volt a Bátori utca 16-ban. Ez biztos, hogy a Bátori utca 16-ban volt talán a pincében, és ez egy látogatási bizonyítvány az én nevemmel kiállítva, amit dr. Füzesi László az NIST ifjúsági bizottságának részéről írt alá, és ez volt az a hely, ahol először foglalkoztak velem módszeresen. Tehát ez volt az első alkalom, ahol nem autodidakta módon, hanem valaki rendszerezetten elkezdett nekem mesélni a számítástechnikáról, ahogy akkor hívtuk, a Szlávi Péterre, Zsakó Lacira, Hanák Péterre, Török Turulra, őreig biztos emlékszem. És hát ez rám ilyen reveláció erejével hatott, hogy hoppá, ebben még van valami, amit esetleg érdemes. És akkor onnantól kezdve elindult egy egészen más jellegű érdeklődés bennem, úgyhogy ezt a diákinformatikusok körét javasolnám még majd egy picit előásni. És akkor ebből most nagyokat fogok innentől kezdve lépni. Lett az, hogy indultam a Nemesti Hamia versenyen először, és akkor döntőbe jutottam, meghívtak a diákolimpia válogatóra, és akkor mindjárt a második diákolimpián csapattag lehettem. Hát ugye a Bulgáriában nem jutottam el, amit ilyen sokat emlegettek, de hát a Nagy Szovjetunióban igen, mert a második az Minszkben volt, meg utána Görögországban, úgyhogy a kis színes, az a mappa nem hoztam el, de lefotóztam, ezt véletlenül találtam meg otthon. Ugye ez az aténi feladat mappa, ebbe kaptuk meg a feladatukat valamelyik nap. És akkor utána a Nemesti Hamia meg a diákolimpia miatt én akkoriban az volt a szabály, hogy választhattam, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hát voltam annyira sznob, hogy azt mondtam, hogy a közeli Szeged helyett nekem Pestre kell jönni, mert biztos ott a legjobb. És igazából ez amit a felkészítésen
kaptam, meg tanultam, az vitt az ELTÉ-re, mert hát kicsit még annyiból a kiábrándultságból jött, hogy jó, hát én programozni tudok, vagy tudtam, vagy mit tudom én, de hogy az nem annyira érdekelt, hogy akkor legyen minél inkább elmélet, és azt mondták, hogy az ELTÉ-n több elméletet tanítanak, úgyhogy 91 óta én valamilyen formában ELTÉ-s vagyok, azért fogalmazok így, mert voltam hallgatói viszonyban, meg alkalmazottiban, meg voltam fizetés nélküli szabadságon, meg mindenhol voltam, de 91 óta van ELTÉ-s e-mail címem. És utána Zsakó Laci noszoktatására, meg irányítása alatt ugye elkezdtem segíteni, ahogy kell. Tehát én akkor voltam egy ideig a versenybizottságban, nem STMJ versenybizottságban, igazából nem is emlékszem, hogy meddig. Laci lehet, hogy emlékszik, én azért tippelek 2001-re, mert akkor elmentem Amerikába pár évre, tehát az gyanús, hogy akkor estem ki belőle. Aztán voltam csapatvezető helyettes IO-in, meg CEU-in, vagy csapatvezető, vagy csapatvezető helyettes. Jellemzően, ahogy látszik is, teljesen logikus módon akkor, amikor, legtöbbször akkor, amikor nálunk volt a verseny, vagy valahogy ahhoz kapcsolódóan, mert ugye akkor a többiek el voltak foglalva a szervezéssel, és akkor én ott tudtam segíteni. És nyilván közben, amikor ezekben részt vettem, akkor válogató versenyeken, meg a felkészítésben is így úgy amúgy részt vettem. Aztán jött egy nagy hiátus. Ugye említettem, elmentem Amerikába, meg elkezdtek megszületni a gyerekeim, és akkor itt igazából kikoptam ebből a dologból, és akkor itt térünk vissza az alumnira, hogy valahogy azzal, tehát mostanában az elmúlt évben, két évben keveredek valamelyest vissza, azzal a meglátással, hogy azért igen szép számban vannak hozzám hasonlóak, akik részt vettek ezekben a versenyekben. Hát ugye 35 IO-i volt, CEU-it megszámoltam talán 29, mindegy, ki lehetne számolni. Most ha 4 fős csapatokat számolunk, akkor az már nagyon sok ember, még akkor is, hogyha átfedések vannak. Aztán persze vannak más versenyek, a junior verseny, meg a lány verseny. Tehát nagyon szép számban vannak olyan emberek a szakmában, hát feltételezve, hogy belőlük többé-kevésbé szakmai lett, akikben van valami közös, és érdemes lenne megszervezni őket. Ugye én úgy is fogalmaztam, amikor elkezdtem erről beszélni, hogy ez már jócskán több generáció, az én szempontomból vannak azok, akik az én korosztályom ismerem, mert válogató versenyen találkoztunk valamelyik évben, vannak azok, akiket még én tanítottam, meg hát vannak azok, akiket nem ismerek, mert utánunk jöttek, és hogy érdemes lenne nekik valami közösséget szervezni, hát nyilván ez így nem megy, hogy kitaláljuk, próbálkozunk. Többféle célt meg lehet fogalmazni, én amit idézőjelben úgy szoktam mondani, hogy osztálytalálkozó, a régi csibészek összejönnek. Másrészt van az egészben egy ilyen generációk közötti dolog, ennek lehet akár praktikus haszna is, vagy csak érdekes, és hát jó lenne ebből valami közösséget kialakítani önszerveződő alapon. Hát még nem tartunk ott, hogy önszerveződne, de igyekszünk. Idén indultunk, több hónapos beszélgetés előkészítés után 3 rendezvényünk volt, azzal kezdtük, hogy a felkészítő, a hőskor felkészítő tanáraival szerveztünk egy ilyen beszélgetést, arra is gondolva, hogy hát ehhez könnyen tudnak csatlakozni azok, akik már régen nem foglalkoztak diákon olimpiával, mert hát találkoznak a régi tanáraikkal. Van egy Facebook csoportunk, jelenleg épp, amikor megnéztem, 66 tagja volt. Ugye ez nem 100%-os lefedettség, de dolgozunk rajta, és mindenféle egyéb programokat próbálunk még majd szervezni. Ez lenne a zárszava a dolognak. Azt gondolom, hogy lehet ebben érdekes, és másrészt azt is gondolom, hogy talán ezzel a kis személyes dicsekvéssel tudtam mutatni, hogy azért nagyon sok szerepe, nagyon sok hatása, nagyon nagy hatása tudott lenni azoknak a dolgoknak, amikről itt a mai nap szó volt. Köszönöm szépen. Laci, nagyon szépen köszönöm. Nagyon tanulságos volt az előadás, olyan szempontból is, hogy szerintem a Informatika Történeti Fórumnak el kell gondolkodni azon, hogy a Laci nemzedékének, meg a nála picivel idősebbeknek is nagyon-nagyon izgalmas történetei vannak,
ezeket is meg lehet örökíteni az adattárban, és tényleg nagyon sok új összefüggés derülhet ki. Másrészt pedig számomra az egész mai alkalomnak egy nagy tanulsága volt, hogy az oktatásnak milyen elképesztő társadalmi hatása van. Ez nyilván triviális még így önmagában, de hogy erről még mennyi minden összefüggést ki lehetne kutatni, az egy nagy feladat, ami előttünk áll. Úgyhogy köszönöm, hogy ezeket a lépéseket itt megtettétek velem, velünk, és nagyon örülök, hogy ezek az előadások rögzítésre kerültek. Köszönöm mind az előadóknak, mind a résztvevőknek, hallgatóknak az érdeklődést. Kicsi csúszásban vagyunk, nagyjából hivatalosan már véget ért a konferencia, úgyhogy átalakulhatunk, hogy mondjam, ilyen kötetlen klubbá is a maradék negyed órában.